Kedves nézőink, számos szűrővizsgálattal várták az érdeklődőket az Alba Régia sportcsarnokba. A Szívügyünk Fehérvár rendezvényére idén is szép számmal ellátogattak. A mai esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Néhány szűrésre már jóval a programkezdési időpont előtt nagy sorokban álltak a vizsgálatokat kérők. Többen nem csak egyfajta eredményt szerettek volna megtudni a nap során. Mindenféle vizsgálatot itt megcsinálnak, nem kell sorba állni a rendelőbe, és főleg az, hogy a rendelőbe nehezen lehet bejutni, több hónap, hát mondjuk van, ahol több hónapot kell várni, ezért itt próbálom. Milyen vizsgálatokra kíváncsi leginkább? Hát az érvizsgálatra szeretnék bemenni, oda van egy sorszámom, csontritkulásra, aztán fáj a kezem, meg a lábam, szeretnék a kézsebészbe jutni, de hát mindenhol óriási sorok vannak, úgyhogy, na mindegy, hát este hétig csak rám kerül a sor, aztán be tudok menni. Hát itt a laborvizsgálatokat megcsinálták, aztán majd meglátom még, mire kerül sor. A Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház és a város közös rendezvény a Szívügyünk Fehérvár. Miért fontos, hogy legyen egy ilyen nagy szűrőnap a város lakossága és a megyében élők részére? Úgy gondoljuk a kórház részéről mindenképpen, szerintem is mindenki, aki ebbe a szervezésbe részt vesz, hogy tehát a fehérvári szívügyünk mellett a fehérváriak is a szívügyünk. Ugye ezek a szűrések azok arról szólnának mindig, hogy megelőzzük a betegséget. Persze a kórház az egyik főszervezője, de önös szándékból vagyunk mi itt, mert azt gondoljuk, hogy kevesebb beteg lehetne, hogyha időbe kiderülnének olyan eltérések, a szervezet olyan nem jó működései, amit talán könnyebb az elején kezelni, és akkor nem kell kórházi befekvés, olyan beavatkozások, amik megterhelő a betegeknek is, terhelik természetesen az egészségügyet, a kórházat is, és hát mindenkinek rossz. Tehát tulajdonképpen a szűrés, és ez a most már ugye a hetedik alkalommal kerül megrendezésre ez a nagy rendezvény. Évente ugye egyszer vagyunk itt, és azzal a céllal indult el, és ma is azért vagyunk itt, hogy bárki, aki szeretne szembesülni az állapotával, hogy még egészséges, valóban minden rendben van, hogy megtudja a légző rendszeréről, a szívéről, a véréből bizonyos dolgokat megtudhatunk, amik ugye később aztán nagy bajt okozhatnak, érbetegséget okozhatnak, ugye a vérzsír, a vércukor eltérés, de csak a vérnyomásra gondolunk az is. Már hagyomány a városban a Szívügyünk Fehérvár rendezvény, amit Székesfehérvár önkormányzata és a Fehér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közösen szerveznek. Miért fontos a város vezetés számára, hogy legyen egy ilyen alkalom, amikor eljött a lakosság szűréseket végeztetni saját magát? Azt gondolom, hogy az egészségügy tekintetében, ami a városi feladatokat illeti az alapellátás mellett, nagyon-nagyon fontos feladatként tekintünk a prevencióra, a szűrések megszervezésére, hiszen nyilván minél több alkalommal tudunk ilyen rendezvényeket szervezni, és minél többen tudnak eljönni ezekre a szűrésekre, annál inkább tudjuk a betegség kockázatát csökkenteni, és nyilván az egészségügyi ellátás terhelését pedig ezzel csökkenteni. Ezért is fontos, hogy van egy ilyen központi nap minden évben, amikor az egyetemi oktató kórház munkatársai, dolgozói, illetve az egészségfejlesztési iroda munkatársai itt vannak egész délután, és várják a székesfehérváriakat, hogy mindenféle szűréssel részt vegyenek. Én nagyon köszönöm a kórház minden munkatársának, illetve az egészségfejlesztési iroda munkatársainak, hogy ma itt vannak, és ebben segítségünkre vannak. Látszik, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon nagy az igény is erre a szűrőnapra. Szerencsére nem csak ez az egy nap áll rendelkezésre Székesfehérváron, hanem egész évben akár városrészi, akár tematikus szűrőprogramokat szervezünk, mint önkormányzat és az egészségfejlesztési irodával közösen. Ebben az évben mintegy 3000-en vettek részt az önkormányzati szűrőprogramokon, csak nem 16000 szűrést végeztek el a kollégáink. Emellett pedig az egészségfejlesztési iroda különböző rendezvényein, itt nem feltétlenül csak szűrésre gondolunk, hanem egyéb prevenciós programokra, mintegy 9600-an vettek részt. Azt gondolom, hogy ez óriási szám,
Nagyon köszönöm minden munkatársnak, aki ebben segítségünkre van és részt vesz, hiszen valóban nagyon-nagyon fontos feladat. Emellett az alapellátás tekintetében az idejében is nagyot léptünk előre, hiszen két háziorvosi rendelőt tudtunk felújítani, ugye az Iblő Miklós lakótelepi és a Batthyány utcai rendelő újult meg. Ezek nem csak kívülről, belülről újultak meg, hanem eszközöket is tudtunk hozzá vásárolni. Több mint 160 millió forintot költöttünk erre a két intézményre, és természetesen nem feledkezünk meg a kórházról is, bár fenntartói feladata nincsen az önkormányzatnak a kórház tekintetében, de az idejében is több mint 150 millió forinttal támogattuk a kórház működését. Ennek egy része orvosok számára lakhatási lehetőséget biztosítottunk, másrészt pedig még a tavalyról áthúzódó módon a pszichiátria B épületének a teljes felújítása, illetve a szülőszet újszülött osztálynak a felújítására adtunk forrást. Én nagyon bízom benne, hogy a nagy fejlesztés is hamarosan elkezdődhet, amire már régóta várunk, illetve a megállapodás része az is egyébként, hogy a légkondicionáló lehetőséget biztosítjuk majd az állammal közösen a kórház épületében, úgyhogy jövő évben is van teendő és feladat, de természetesen az alapfeladatainkat továbbra is folytatjuk, a jövő évben is készülünk már a szűrés programmal, szeretnénk még több városrészt bevonni ebbe a programra, hogy minél több emberhez eljussunk. Az egészségfejlesztési iroda is évről évre részt vesz a Szívügyünk-Fehérvár rendezvényében. Mi mindenre számít az, aki ide látogat erre a rendezvényre? Az iroda részéről a szokásos prevenciós dolgainkkal jöttünk ki. Nálunk lehet dohányzás prevencióban részt venni, illetve ezzel kapcsolatos kérdőívek kitöltését lehet elvégezni, testösszetételmérés, dietetikai tanácsadás, csontsűrűségmérés, és ami a mi sajátosságunk, egy mentálhigién és állapotfelmérés, ami nagyon nagy sikernek örvendít mindig. Változott-e most az elérhető vizsgálatoknak a száma, mert én úgy láttam, hogy tavalyhoz képest például egy bővülés tapasztalható. Igen, ez folyamatosan változik az igényeknek megfelelően. Tehát a kórházi rendszer is, és mi is azokat a vizsgálatokat próbáljuk meg kihozni, amik viszonylag könnyen, gyorsan megoldhatóak, és nincs olyan hatalmas nagy műszerigényük, tehát nem kell a félkórházat kiköltöztetni, de azokra az elváltozásokra mindenféleképpen fel lehet hívni a figyelmet, vagy meg lehet találni, amik komoly gondot okoznak, és az igényeknek megfelelően változtatjuk mindig a palettát, a kórház is, és mi is. Mit lehet tudni, melyek azok a legnépszerűbb szűréstípusok vagy vizsgálatok, amire a legtöbben jelentkeznek? Hát ami mindig sláger, az az anyajegyszűrés, tehát az mindenféleképpen az érállapot felmérés, testösszetételmérés, csontsűrűségmérésnél már nem tudom, délután 2 óta során. Tehát ezek azok a vizsgálatok, ami mindig sláger. Tehát ezt akárhányszor végezzük a városban, akárhány helyen, ott mindig nagyon sokan vannak. Mit lehet tudni azokról a munkatársakról, akik most itt vannak, részt vesznek ezen a szűrőnapon? Mennyien vannak itt, mennyien kapcsolódtak bele? Tehát, hogy mekkora szervezést igényel egy ilyen nagy szűrőnapnak az előkészítése? Ez nagy szervezést igényel, de ennek az az előnye, hogy már évek óta csináljuk, hogy megvan az a gárda, aki szívesen jön, aki tudja, hogy itt egy kicsit más hozzáállás, egy kicsit más munkaszervezés szükséges, mint kórházi vagy STK-ban az ottani körülmények között. A csapat szívesen jön, tehát nagyon, nagyon sokan vagyunk minden helyszínen, hogy mindenki, aki ide jön, minden maximálisan elégedetten távozzon. Kihasználom ezt a lehetőséget, hogy az ember itt egy kalap alatt el tud intézni sok mindent, úgyhogy ez nekem fontos az egészségem, meg az, hogy a családom is meg legyen elégedve, hogy eljárok, komolyan veszem. Sokfajta szűrővizsgálatra van itt lehetőség. Mi az, ami a leginkább érdekli Önt az itteni szűrések közül? Mondanám azt, hogy minden, mert hát most már azért elég idős vagyok, és tulajdonképpen a tüdőtől kezdve a veséig, a máig, a gyomor, a bélrendszer, minden érdekli az ember, cukor, minden. És nagyon fontos, tehát ugye a kommunikáció, a média, az arról szól, hogy az egészség, megelőzés, és ez a legfontosabb, ezt minden ember számára nagy emmel kihangsúlyoznám, hogy megelőzés. És megmondom őszintén, hogy hál' Istennek egészségesnek érzem magam, még most is sportolok, de meg is akarom őrizni. A város a különböző városrészekben is tart szűrőnapokat, de van egy ilyen
központi nagy szűrőnap ez a Szívügyünk-Fehérvár. Mit gondol, mennyire sikeresek ezek a szűrések? Azt hiszem, hogy ez sok év szervező munkája, hogy minden szűrőnapunk tulajdonképpen teltházas, és nagyon sokan vannak. Most már csak azt kellene elérnünk, hogy a fiatalabb korosztály is eljöjjön. Hiszen körülbelül 20 éves kortól, ahogy valaki kiesik az iskola egészségügyből, és sajnos főleg a férfiak azok, akik utána egészen sokáig semmennyi figyelmet nem fordítanak magukra. Úgyhogy ez is egy alkalom, és már most novemberben hívnám fel a figyelmet arra, hogy a férfiak is törődjenek magukkal. Hogyha ki kellene emelni néhány szűrővizsgálatot, ami feltétlenül fontos, hogy átessen rajta az ember, akkor miket emelne ki? Azért nem árt néha a testparamétereket megmérni. Az talán egy egész egyszerűen hangzik, de sok mindenre rádöbbenhetünk, és ha évről évre figyeljük az eredményeket, akkor láthatjuk, hogy hogyan változik a testünk, hogyan nehezülünk el. Úgyhogy ezt jobb megelőzni. Nagyon fontos egy vérnyomásmérés, vércukormérés, hiszen ezek a betegségek nem fájnak. Ez senkinek semmi fájdalmat nem okoz, egy magas vércukorszint, viszont óriási problémákat tud okozni, és ilyen a magas vérnyomás is. Ami még csendes gyilkos, a csontritkulás. És erre már a nőknek akár 30-40 éves kortól elkezdve érdemes figyelniük. Van, akinél ez később alakul ki, de van olyan családi hajlam, ahol esetleg már korábban is, és igenis tenni kell, hiszen gondolom senki nem szeretne baleseti sebészeten kikötni, vagy egyéb betegséget beszerezni a csontritkulása miatt. Mert ezek azok, amikre mindenképpen el kellene jönni, és ezekre folyamatos lehetőséget biztosítunk. A férfiaknak pedig a prosztatavizsgálat. Erre mindig azt mondja Herman urológus főorvos úr, hogy csak annyi figyelmet fordítsunk magunkra, mint az autónkra. Én ezt kérem a férfiaktól. Sokfajta feladat adódhatott így az előkészítés során. Mekkora előkészítés szükséges egy ilyen nagy szűrőnapnak a megszervezéséhez? Hát mert egy másfél hónapra zajlanak ugye a szervezési feladatok, mert ugye itt egy pavilonrendszert is felépítettünk, a szűrővizsgálatok mögött ugye nem látszik, de akik gyerekekkel érkeznek, nekik a Csemete Alapítvány szervezésében egy gyermekmegőrzőt és gyermekjátszót működtetünk itt, illetve van ugye az egész mögött egy egészséges életmódra való felkészítő jelleggel óvodás alkotópályázat, ugye ezt is kiírtuk időben, az óvodák fel tudtak készülni, a beérkezett alkotásokat ugye bíráltuk, ajándékutalványok készültek, tehát ugye ezért elmögött egy hosszas szervező munka van, mondom, ez egy ilyen másfél hónapra biztos, hogy visszanyúlik, azért, hogy ma minden a helyén lehessen. Most adták át ugye az emléklapokat azoknak az óvodásoknak, akik részt vettek ezen a pályázaton, egészen pontosan miről szólt ez a pályázat, mikkel lehetett készülni? Hát ez ugye úgy zajlik, az az egész rendezvénynek, a több éve zajló rendezvénynek a fantázia neve, hogy Szívügyünk Fehérvár, ez pedig a kicsik szívügye nevet kapta ez az alkotópályázat. Az óvodákat kínáltuk meg azzal a lehetőséggel, hogy mutassák meg azokat az alkotásokat, amiket az őszi idő beköszöntével az egészség jegyében készítenek a gyerekek. Elsősorban csoportos alkotásokat vártunk, de nagyon sok egyéni alkotás is beérkezett, és hát az első három helyzet egy 40, 30, illetve 20 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal és oklevéllel lett gazdagabb, illetve a többi résztvevő emléklappal távozhatott. Az emlővizsgálattal kapcsolatosan lehet itt érdeklődni ennél a standnál. Mi az, amire kell figyelnie egy nőnek, és mikortól szükséges az önvizsgálat? Az önvizsgálat egészen fiatal korból, mert diákkorban el kell kezdeni a tanítását. Nagyon fontos, hogy a 10 éves korosztály is megtanulja a helyes önvizsgálati technikát. A szűrésünk az 45-65 éves korig van, amit az ANTS finanszíroz, de ez nem jelenti azt, hogy fiatalabb és idősebb korban nem kell akár önvizsgálatot végezni, akár mammográfiás vizsgálatot eljönni. Sajnos az a tapasztalat, hogy mind 45 év alatt, mind 65 év felett is ugyanolyan nagyon sok az emlődaganat, mint a szűrősi korosztályban. Úgyhogy mindez havonta az önvizsgálat nagyon fontos, a tapintási vizsgálat, mint pedig az, hogy rendszeresen járjunk 2 évente mammográfiás vizsgálatta. Hogyan tudjuk megvizsgálni önmagunkat, és egészen pontosan, hogy azt mondta, hogy egy hónapban egyszer van, mikor tegyük ezt? Uh-huh.
menstruáció utolsó napjától számított 5 napon belül a legcélszerűbb, akkor ugyanis a mell olyan állapotban van, hogy jól vizsgálható. Akkor a legkevésbé mirigyes, és akkor könnyen és jól áttapintható. Jó, tehát ez az intervallum, amit figyelni kellene. Állva fekve el kell végezni a vizsgálatot, tükör előtt. Vannak figyelmeztető jelek, amire nagyon kell figyelnünk, tehát tükör előtt is meg kell néznünk. A mellnek a formáját, alakját, váladékozik-e, meg kell nyomni a mellbimbót, át kell tekinteni, felemelt karral kell elvégezni a vizsgálatot, a másik karral szépen áttapintjuk a mell egészét, mind a bimbódvar mögött, mind pedig az axilla, tehát a hónai árkot is át kell vizsgálni. Bármi apró elváltozás, oda nem illő, kicsi kis elváltozás, daganat, csomót tapintunk, azonnal kell menni vagy az onkológiára, nőgyógyászata, de akár házi orvostól és kérhetünk beutalót. Azok, akik részt vettek a szűrőnapon, megkapták az eredményeket, amely, ha eltér az egészséges értékektől, szükséges felkeresni a házi orvosukat vagy a szakrendelőket. Kedves nézőink, a mai esti mérlegben a Szívügyünk Fehérvár rendezvényre kalauzoltuk el Önöket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!